24 óra alatt 832-en haltak meg Spanyolországban a koronavírus járványban, közölték a spanyol hatóságok. Az igazolt fertőzöttek száma egy nap alatt több mint 8000-rel nőtt. Szerencsésnek mondhatják magukat azok a hozzátartozók, akik legalább szűk körben elbúcsúzhatnak elhunyt szerettüktől. Minden család szembesül a korlátozásokkal, mondja ez a spanyol pap. Mindenki másképp fogadja. Van, aki belenyugszik és szenved, mások nem értik meg, és ez sem csoda, hiszen nem könnyű egyedül feldolgozni, ami történik velük. A spanyol egészségügyi ellátórendszer a teljesítő képessége határán dolgozik. Hiány van az alapvető védőeszközökből is, 9000 orvos, ápoló és mentős fertőződött meg és esett ki az ellátásból, a többiekre elképesztő teher nehezedik. 7-8 beteget vittünk ma, mindet koronavírussal, mondja ez a mentős. Az átlag életkor egyre csökken, nem a 80-as korosztály ez már, hanem a 30-as, 40-esek. Barcelonában az egészségügyi személyzet tapssal búcsúztatott egy intenzív osztályról távozó beteget. Az egyetlen pozitív fejlemény, hogy a vírus terjedése napról napra lassul Spanyolországban.